Nem vagyok teljesen képben, de gondolom Ajkán születtél. És hol, merre laktál Ajkán, vagy ki sem mozdultál a Pakság ősi fészkéből? Hogy emlékszel erre a gyerekkorodra, Igen. ifjúkorodra? Hát én Padragon születtem, Padra. jelenleg is ott lakom, ha bár 25 évig Ajkán laktam, 81-től 2005-ig itt laktam Tehát volt egy Ajkán. kis elmozdulás. Hát mikor megnősültem, akkor itt laktam Ajkán, és amikor meghaltak a szüleim 2005-ben, akkor üres lett a szülői ház, és kiköltöztem vissza a szülői házba. Hát nem is szülői ház, de mert... Tehát vissza az ősi fészekbe azért. Így van, oda költöztem, és a párommal azóta ott élünk, a szülői házba, hát Végülis. ezt használom, ezt a... Igen, ez a Úgyhogy, leghelyén való hát én kifejezés. Padragon ismerkedtem meg a sokkal is, 60 évvel ezelőtt. Itt egy kis szünetet tartunk, pauze, ugye? Igen. Kérlek, lépjél, és akkor lejátszunk egy pár lépést, igen. Jó? Én mindig királygyaloggal léptem, igen? Mert általában aki királygyaloggal lép, az kombinatív játékos. Aha, tehát nem D2, igen. D4, hanem így van. Általában nyílt megnyitás játszok mindig. E2, E4, ugye? Igen, ja, igen. E2, E4. És akkor erre mi a jó lépés, válaszlépés egy... Na hát, ez már gyerekeket vesztett tanítok meccs. Sakkozni. Most már nagyon régóta, több mint 25 éve Ajkán gyerekeket igen, tanítok az a sakkozni. Legszebb dolog gyerekeket Most tanítani. Legutóbb két iskolába tanítottam gyerekeket. Az Eötvös iskolába, meg de a most Csodavár már általános iskolába. Iskolába is tanulják a sakkot a Így van. gyerekek. És Jövő a Csodavár világbajnokok. Iskolába és a Eötvös iskolába tanítottam, most szeptembertől pedig Padragon is fogok még tanítani, mert már felkértek arra, hogy Padragon is tanítsak, ha már padragi vagyok. Hát persze, és akkor logikus. Itt három iskolába fogok tanítani szeptembertől. És akkor mit mondasz a tanítványnak, ha ezt lépik, amit én most, hogy... Igen, ez a nyílt megnyitás, minden először... Bármi lehet. Bármi lehet. Ez jó, általában mindig azt szokták mondani, hogy a király előtti vagy a vezér előtti gyaloggal kezdünk, el kell foglalni a centrumot, igen. A tábla közepét, azért, hogy utat nyissunk a könnyű tiszteknek. Ez a sakknak a megnyitásnak a lényege. Igen. És a sakk három részből áll. Habár általában a sakkot visszafelé tanítják sakkozni. Mert van a megnyitás, a középjáték és a végjáték. Hát a végjátékkal tanítják a gyerekeket. Mert azt átlátja a gyerek, és megismeri az alapokat. Igen, általában azok már egyszerűbb állások, egyszerűbb ugye? Állás, és... Nincs olyan, hogy kavar a 32 bábúval. Így van. És utána a megnyitást, az megtanulható a megnyitás, meg a végjáték. Nagyon sok végjátékot tanultam, megismertem, és egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani a végjátékkal. Hallgatom. Hallgatjuk. Még a 90-es években volt Ajkán egy nagyon jó NB1-es csapat. Ajkai felnőtt játékos, csak egyedül játszottam az NB1-es csapatba. Plusz volt egy ifi játékos, a Csarmasz Máté, aki akkor játszott. És itt játszott egy orosz nagymester, a Loginov nagymester, Valeri Loginov. Egyszer egy végjátékot néztünk, és Ajka legjobb sakkozói körülülték az állást, és nézték, hogy mit kellene lépni abban az állásban. És hát ott volt a Csaba Árpi, a Martó Jóska, én, Mihályfi Gabi, többen, akik... Csupa nagy ágyú. Akik jó sakkoznak. És néztem az állást, és odajött a Loginov, és azt mondja, Rudi, te nem jól gondolkodsz. Néztem, én nem jól gondolkodok. Azt mondja, nem jól gondolkodsz a végjátékba. Néztem, hogy hogyan. Erre azt mondja, ide figyelj, Rudi. Szétdöntötte az állást, és kirakott egy állást. És azt mondja, Rudi, ha én tízszer körbe megyek a terembe, és ha nem látom ezt az állást egyszer, akkor te nem nyersz. Ez az állás nyer, a többi nem nyer. Magyarul, elindulsz Rómába. Teljesen mindegy, hogy taliandörögnek vagy csipkereknek indulsz el, egyszer Róma kapujába kell lenned. Ez a Róma kapuja. Ez az állás nyer, a többi nem. Akkor jöttem rá, hogy egy nagymester, teljesen másképp gondolkodik egy sakkban, mint egy egyszerű, én, mint sakkmester. Akkor jöttem rá, akkor még mesterjelölt voltam, és hamarosan én mester lettem. Ugyanis nem az a lényeg, hogy most mit lépek, hanem milyen állásnak kell kijönni, ami nyer. Tehát arra kell törekedni, és hogy ezeket az oroszokat, mert megkérdezik sokszor, miért olyan jók ezek az orosz sakkozók? Mert ők állás típusba gondolkodnak, aha. És ilyen rendkívül sok állást
egyszerűen gyakoroltatják, és én is azt csinálom a gyerekekkel, hogy ilyen állástípusokat tanítok a gyerekeknek, mert azt mondom, gyerekek, hogy értsétek meg a soknak a lényegét, nem az a lényeg most, hogy mit lépek, hanem milyen állástípusnak kell kijönni egy végjátékba, ami nyer. Már is megérte, hogy leültünk beszélgetni, mert ezt még nem hallottam, ezt a szemléletet, bár én bennem motoszkált valami, hogy nem igazán a lépésekkel múlik a dolog, hanem hogy stratégiailag mit gondol az ember az egészről, és milyen hadállást épít ki végül is. És ilyen állástípusokat kell gyakoroltatni, alapokat. Most vettem, nagyon jó, nagyon sok sakkönyvem van otthon, közel 500 sakkönyvem van, gyűjtöm is őket, mindenféle sakrelikviát gyűjtök, már kiállítást csináltam belőle, több helyen, Ajkán is, a sakkészletekből, sakkönyvek, sakkújságok, sakképeslapok, sakbélyegek, különböző, ami sakkal kapcsolatos minden, ami létezik. Ugyanúgy egy tollat, ugyanúgy egy gyufáskatuját, bármit, és a gyerekeknek ezt mindig bemutatom. Most hamarosan kezdődik Ajkán egy sakktábor, augusztus közepén. És az egyik oktató én leszek ott, aki tanítja a gyerekeket. És mindig viszek ilyen relikviát a gyerekeknek, mert először meg kell szeretetni a gyerekekkel a játékot, és a gyerekek annyira élvezik, amikor viszek egy nagyon érdekes könyvet, vagy minikönyvet sakkba, vagy bármit, sakkészletet, színes sakkot, szivárvány sakkot, vagy elefántcsont sakkészletet, vagy üvegsakkészletet, a gyerekek csodálkoznak, hát, hogy hát ilyen is van. Hallgatva téged, nehezen állhatnak ellen a sakk csábításának, mert annyi érdekesség tárul elénk, meg társz eléjük, hogy biztos, hogy valamelyik része megérinti őket, és elkezdenek sakkozni. Egyébként nehéz rávenni a gyerekeket arra, hogy sakkoznak, vagy csak bizonyos típusú gyerekeket? Nem. No, ilyenekkel lehet rávenni a gyerekeket. Ugye először bonyolult dolognak tűnik, meg minden. Tehát nagyon kell vigyázni arra, hogy nem szabad túlerőltetni a gyereket. Hogyan kerülték kapcsolatba a sakkal? Szüleid vagy a családba volt valaki hát már én, akkoriban sakkozott? 1963-ban kezdtem el sakkozni, pont 60 évvel ezelőtt. Én ezt le is írtam, az Ajka sakk történetében egy anekdótában le is írtam. 1963-ban Padragon volt egy nagyon jó sakkszakosztály, a Padragi bányász, és Debreceni István volt a szakosztályvezető, és ő foglalkozott a gyerekekkel. És amikor én oda mentem, akkor azt mondták, hogy teljesen kezdő gyerekkel nem foglalkozunk, csak olyannal, aki már ismeri a lépéseket. Mert a bátyám oda járt, és ő csapattag volt a Padragi bányászban, ifjúsági játékos. És nem őt mesélem, magadról mesél. Igen, ezt magamról mondom. Jó. 3 hónap alatt megtanítottak, a bátyám megtanította lépésekre. Tehát teljesen nulláról indultál. Nulláról. És amikor 1963-ban egy sakkmester, Szijjártó Szabó Benjamin sakszimultán tartott a Padragi bányásznál a gyerekeknek. És engem is beültettek, mert kevés volt ott a gyerek, aki leült játszani. És az volt a lényeg, hogy a debreceni Pista bácsi megkérdezte a végén a sakkedzőt, hogy te Béni bácsi, melyik gyerekkel érdemes foglalkozni? Körbenézett a Béni bácsi, rámutatott, és azt mondja, te Pista, ezzel a gyerekkel foglalkozzatok. Ebben a gyerekben van fantázia. Fölismerték. Azóta eltelt 60 év. Senki nem sakkozik abból a korosztályból, ami akkor volt, de én sakkmester lettem azóta. Akkor azonnal meglátta, hogy ki az a gyerek, aki... Szóval egy tehetség útjának az elindulása az olyan is kell, aki felismeri ezt a tehetséget, mert el is kallódhattál volna, úgymond. De vigyázó, most is többször hoznak hozzám gyereket. Vigyázó szemek. Megkérdezik tőlem, hogy érdemes-e a gyerekkel a sakkal foglalkozni, lejátszok vele egy partit, és megmondom azt, hogy nagyon ritkán tévedek, hogy egyáltalán a gyerek alkalmas-e sakra, vagy nem. Viszont egy nagyon nagy dolog van, amit nem szabad elfelejteni, mert Polgár Judit azt mondta, hogy körülbelül a sakknak a 80%-a munka, 20%-a tehetség. Ezt nem vitatott te se, ugye? Nem, nem. Tehát, akinek nincsen szorgalma, nincsen kitartása, és abból soha nem lesz sakkozó. Tehát valamire való sakkozó. Mert az a 20%, ami kell, az a tehetség. Igen, az mindenképpen kell. De én már kell. Tanítottam olyan gyereket, akivel nem láttam, hogy ebből jó sakkozó lesz. És a végén nagyon jó sakkozó lett, mert volt szorgalma, munka, kitartás, sokat foglalkozott,
Nyakamra járt állandóan, hogy Rudi bácsi, mutassa meg, ez mi van, hogy van. Akkor láttam, ezzel a gyerekkel érdemes foglalkozni, mert hát a gyerek érdekli a sok. Igen, most akkor lóugrásba haladunk megint vissza a kezdetekre. Igen. Tehát fölismerték 63-ban a valamilyen módon a tehetségedet, és utána merre vezetett az utad? Maradtam milyen pagagol, állomásokat? Ajkán nem volt sok csapat, pont akkor szűnt meg az ajkai ese. 1963-ban. Mert 1946-tól 1963-ig volt egy nagyon jó sakcsapat Ajkán, ajkai ese. És 1963-ban megszűnt, ilyen belső torzsalkodás miatt megszűnt az ajkai ese, Padragón viszont volt. Én akkor kezdtem el sakkozni. Különben ez az egyetlen olyan ajkai csapat, amelyikben nem játszottam. Az ajkai ese már akkor szűnt meg, amikor elkezdtem sakkozni. Igen. Utána a padragi bányász, utána 71-ben egyesült az ajkai bányász a padragi bányásszal, és ajkai bányász néven sakkoztam én tovább. Azóta van az ajkai bányász, 1971 óta, azóta van sok csapata az ajkai bányásznak. Igen, ez a mostani Sentimento. Így van, a Sentimento, korábban a Zingler volt ő ott az első vezetője, szakosztály vezetője, utána a Csaba Árpi, mert külön vált az ajkai bányász, és lett az ase, mármint az ajkai ese, a Snurféle csapat, a Zinglerféle csapat. Tehát most van a Mihályféle Sentimento ajkai bányász, és van a ajkai ese, a Zinglerféle csapat. Ezek két... rivalizálnak egymással? Mindig van rivalizálás. Mindig van rivalizálás. Mindig van, de hát... Hogy de azért jó, megférnek egymás mellett. Azért most azért támogatják. Én már régóta azt mondtam, én csak Ajkán egy csapatot ismerek, Ajka. Így ezt van. Már régóta mondtam, én mind a két csapatban nagyon jó viszonyban vagyok mindenkivel, játszottam mind a két csapatban évtizedeket, és mondtam, igen, gyerekek, én engem csak Ajka érdekel. Persze. Szerencsére most már... Ajka meg a sakk. Ajka meg a sakk. Igen. Most hallhattuk a Mihályfi Gábortól, hogy a Sentimento kívül még egy város van az országban, ahol az minden NB-s csapatban indít a sakcsapatot, ez Szombathely. Igen. Tehát nagyon keményen. Nagyon nagy. Hát van most Ajkán... Minek köszönhető ez, hogy ennyire megy itt a sakk meg? Ezeknek tömegbázisa is van, nem csak igen. Meg kell mondanom, hogy nincsen támogatója a sakknak, tehát egy olyan támogató, mint a Sentimento, mert én már azt megértem a 90-es években, amikor itt Ajkán volt egy NB1-es sakcsapat, és mint ahogy említettem, egyedül játszottam a csapatba. És amikor az a szponzor már nem tudta támogatni a csapatot 95-ben, megszűnt a csapat, pontosabban visszaminősült NB2-re. És minden idegen légiós elment innen. Mert azért tudni kell, egyetlen idegen légiós sem mindjárt játszik Ajkán. Ezt azért tudni kell. Igen, hát ezt úgy hallgatólagosan tudomásul veszik. Igen. És visszatérve megint rád, mert mindig elkanyarodunk valamire, vagy a sok csapatok igen felé, vagy a más nagy egyénység felé, hogy neked mit jelentett ez az életedben ez a sakk, mert ugye közben dolgozni is kellett, így pénzt van kellett, ebből nem lehetett megélni. Így van. Hogy tudtad összeegyeztetni a kettőt egymással? Nagyon szerettem a sakkot. Én elkezdtem Padragón focizni is, meg sakkoztam is. Viszont mindig vasárnap voltak a foci meccsek is, meg a sakk meccsek is. El kellett döntenem Padragón a 60-as években, 60-as évek végén, 70-as évek elején, hogy most sakkozó leszek, vagy futballozó. És hogy döntöttél? Jó kérdés, mi? És mivel én sakkban sokkal tehetségesebb voltam, mint a fociba, akkor ma akkor emlegették, én hamar túlnőttem az edzőimet, és saját magam autodidakta módon sakkoztam. Meg kell mondanom, vagy 10 évet elvesztettem az életemből a sakkal, saknál azzal, hogy nem volt edzőm soha, hanem nagyon sok partit, nagyon sok szorgalom, nagyon sok feladványt fejtettem. És gondolom, hogy a szakirodalmat tanulmányoztat. Így van, feladványokat fejtettem, beküldtem feladványokat. És azzal mindig foglalkoztam a sakkal, és nagyon szerettem. Mai napig imádom, talán ahogy elmondom, látszik belőle. Igen, a lelkesedés az átjön. Igen, mai napig szeretem. És igen, akkor a padragi bányász után az ajkai bányászba játszottam, dolgoztam, és bevonultam Tapolcára katonának. Oda egy sakkcsapatot szedtek össze az országból, és ott lettem mesterjelölt. Tehát a Mereszjevesénél az országban mindenhonnan, a Szaláncz Emiltől elkezdve, aki ott volt katona, nem csak ő, hanem hát szinte minden valamire való sakkozó,
ott volt. Tapolcán se levecsillendő a sakkélet, ma minden sem. Nap, el szoktam mondani a gyerekeknek is, minden nap déli 12 után, ebéd után, este 6 óráig sakkoztam 2 éven keresztül Tapolcán a katonaidőm alatt. El szoktam mondani, ha én piramist építettem volna, ennyi idő alatt azt is felépítettem volna, én annyit sakkoztam Tapolcán. Összeadjuk a óraszámot, az biztosan kijött. Na, és olyan sakkozók voltak, mint én, mesterjelöltek. Egymással gyakoroltuk. Mindenki tudta, hogy ki milyen megnyitást játszik, és egymással azt gyakoroltuk. Jellemző, hogy a Mészáros András, aki különben a polgárlányoknak is edzője volt, körülbelül 30 sakkönyvet írt eddig a Mészáros András. Együtt voltam vele Tapolcán katona. Például a Grünfeld védelmet a Mészáros Andrással gyakoroltam hónapokon keresztül, meg a francia védelmet akkor, mert az volt, ő tudta, a Mészáros András, hogy én ezeket gyakorolom, akkor nem volt számítógép, kimásoltam egy füzetbe ezeket a változatokat, és egy spirálfüzetet csurig írtam sok változatokkal, csak ezzel a 2 megnyitással. Mert akkor nem volt számítógép, mint most, hogy megnézi, hogy... Igen, a munkahelyeden hogyan viszonyultok ehhez később, hát a később sakkszeretetethez? Hát én... Hagytak érvényesülni? Hát igen, hagytak érvényesülni. Hol is dolgoztál akkoriban? Vagyis, hogy akkor is az Ajkai Öntődében dolgoztam, de annak van egy története, mert az Ajkai bányászba sakkoztam. Ajkán pedig megalakult az Ajkai alumínium sakszakosztály, és én ott dolgoztam az Alumínium Öntödébe. Ez a 2 nem egészen ugyanaz. Rivális csapat igen. Volt. Erre szóltak nekem Ajkán, hogy miért nem igazolok át az Ajkai Alumíniumba, amikor itt dolgozom. És akkor kicsit gondolkodtam, mert én szerettem volna tovább tanulni, mert Veszprémben először vegyész szakmunkás tanuló voltam Csingerbe, 3 évig. Utána levelező szakon érettségiztem, és utána 10 évig dolgoztam az öntődében, mint öntésvezető. Már 28 éves voltam, amikor nekem azt mondták, hogy Paksa úr, maga nagyon tehetségesnek. Látjuk, nem akar tovább tanulni. Miskolcon az egyetemen, kohómérnöknek. Hát mondom, hát én szeretnék, de itt, mivel én soha nem voltam pártag, és nem léptem be a pártba, emiatt soha nem tudtam tovább tanulni. Mert mindig elakadt a párt, meg a... Nem volt a megfelelő támogatottságod. Igen, nekem a szüleim vallásos emberek voltak, én is konfirmálkodtam, evangélikus voltam, mi templomba járók voltunk a szüleim által, és én mondtam, ne haragudjatok, mert mindig engem marxista egyetemre akartak beiratni. De mondom neki, ne haragudjatok, hát a szüleim nem is tudom, mit mondanának, ja, ha kiátkoznának, hogyha én marxista egyetemet végeznék, közben vallásosak. Igen. És akkor azt mondtam a szakosztályvezetőnek, van egy feltételem, támogassák a továbbtanulásom, hogy Miskolcon tovább tanuljak, mint kohómérnök. Azt mondták, hát az nem probléma. Mondtam, ez nem olyan egyszerű. Igen. És erre volt egy, főmérnök, aki sakkozott az Ajkai Alumíniumban, Pajs Zoltán, aki azt mondta, add ide a jelentkezési lapodat. Odaadtam neki, és én fogadóórán elvitte a dr. Tóth Béla igazgatóhoz, hogy van itt egy nagyon jó sakkozó, de csak akkor igazol át az Ajkai Alumíniumba, hogyha támogatjuk a továbbtanulását. Azt mondja Tóth Béla, hát nem probléma ez. Aláírta a jelentkezési lapomat. Mikor visszamentem az öntödébe, akkor mondtam ott a pártitkárnak, hát hogy szeretnék tovább tanulni, írja alá a jelentkezési lapomat. Szóval tedd csak le, majd elintézzük. Eddig soha nem támogattak. Még nem intézték el. Amikor meglátta, hogy aláírta a Tóth Béla igazgató, azt mondta, aláírtam az igazgató úr. Abban a pillanatban aláírták, és így tudtam tovább menni, mint Kohó üzemmérnök, végén Dunaújvárosba kerültem, és Kohó üzemmérnökként végeztem, mert én ma akkor nős voltam, és ma nem akartam 5 évre elmenni Miskolcra, hanem nekem a főiskola elég volt. Szívet hazahúzott. Na most 91-ben bezárt Ajkán az Alumínium Kohó. Én a Kohó öntödében dolgoztam, mint minőségügyi területen, különböző foglalkozási körökbe, és hát akkor elmentem másoddiplomát szerezni Budapesten a Műszaki Egyetemen, minőségügyi mérnökként végeztem. És utána minőségügyi mérnökként dolgoztam az öntödébe, és teljesen az öntöde bezárásáig teljesen ezen a minőségügyi területen dolgoztam, tehát mint minőségügyi mérnök, legvégén
De közben sakkoztál akkor, és milyen versenyekre emlékszel szívesen? Milyen megmérettetések? Amikor leszereltem... Mit jelentett? Mi jelentett izgalmat pontosabban? Igen. Hát a 77-ben szereltem le, mint katona Tapolcán. Abban az évben volt három nagyon nagy verseny, amit sikerült megnyernem tapolcai időm alatt. Megnyertem Pécsen a Zsolnai kupát, megnyertem a Sárváron a Pepsi-Cola kupát, és Kőszegen a Jurisics kupát. Ugyanúgy 81-ben, mikor átigazoltam az Ajkai Alumíniumba, elmentem Zsiárba, Szlovákiába, akkor még Csehszlovákia volt, és ott megnyertem Zsiárba, a Béke Barátság kupát én nyertem meg. Utána 1980-ban megnyertem az Országos Szabadföld kupát, mint sakkozó. Utána nagy feladványfejtő voltam, küldtem be feladványokat, országos szinten jegyeztek, mint feladványfejtő. Akkor még nem volt számítógép. És igen, nagyon szerettem a két-három lépéses mattokat, és azzal foglalkoztam. Volt, amikor egy hétvégén is. Végjáték elemzéssel és ilyennel. Elismert feladványfejtőnek jegyeztek, illetve játszottam a magyar levelezési sakválogatottba több évig. Régen volt ilyen, ugye, hogy levelezési sakválogatott. De azóta, mióta bejött a számítógép, gyakorlatilag ezeknek elvesztették a létjogosultságot, és mai napig én azért nem szeretem már nem is fejtek feladványokat, mármint úgy, hogy nem küldök be feladványokat, mert beírja az ember a számítógép, és két másodperc alatt megoldja. Én meg... Hát az csalás. Hát ez az, de senki nem mondja meg. Hát ja, a Tajkán is van egy nagyon jó játék, nagyon jó sok gépe van az egyik játékosnak, aki magyar levelezési sakkbajnok, közben egy nagyon gyenge játékos. Most, a levelezés ugye az elfedi a háttérmunkát. Ő Ajkán most legidősebb sakkozó, 89 éves, és ő a magyar levelezési sakkbajnok, ugyanis nagyon jó számítógép. De használja a mesterséges intelligenciát, ugye? És nagyon ért a számítógéphez, és azzal játszik az ő nevébe, és ezért én abba hagytam, nem akarok gépek ellen hadakozni. Igen, nem teljesen tisztes. Mostanában ugye Zsóka is nyert világbajnokságot, igen, ilyen online világbajnokságot, de ott is igen szigorú feltételek vannak, tehát nem használt segédeszközöket az ember, programokat, egyebeket, kamerák figyelik, úgy tudom, és még a szemét is nézik, hogy merre néz, tehát meg lehetnek teremteni a feltételeit, hogy ne egymás mellett üljenek a sakkozók, hanem egymástól távolabb, de az nagyon nehéz. Hát úgyhogy kiszűrjünk minden. De ne is a sötét oldalt nézzük még, igen, hanem a világosabbikat. Tehát például az, hogy mostanában mit jel neked a sak? Most legújabban ugye volt a Borostyán kupa. Igen, azt megnyertem. Igen. 3 évvel ezelőtt meg volt, amikor már szeniós... Ez már 36. volt. Mindegyike részt vettél? Mindegyike részt vettem. Előtte 3 évvel ezelőtt volt a Magyar Szenior Sakbajnokság, ahol Nagy Kanizsán játszottam, és második lettem az országos döntőbe. Tehát az egyik legjobb eredményem az volt, hogy ott elindult legalább 90 szenior sakkozó, 60 éven feletti sakkozó, és ott második lettem. És ez az egyik legjobb eredményem az elmúlt időben, illetve a Borostyán torna, ami most második lettem, itt is. Azt ugye svájci rendszerű volt De milyen pekken volt az első helyen. Mit jelent ez a svájci rendszer? Nem mindenki tudja ezt. Igen. Mindig a legjobb játékoshoz sorsolják a többit. Igen. Akinek a legtöbb pontja van, ahhoz sorsolják a többit. Tehát akinek van mondjuk 3 pontja, akkor a 3 pontosokat sorsolják egymással. És valaki a külső körön utol érheti a többieket, mert azok mindig egymással a legerősebbekkel játszanak. A külső körös meg, mire vége a sakversenynek, akkor kerül oda a legjobbokkal játszani. Uh-huh. Na most a Buholc, most például, hát a Buholcon múlott, most itt a Borostyán tornán az első hely. Az pedig a Buholc az azt jelenti, hogy ugyanannyi pontot csinált az első 3 helyezett. Én is 5,5 pontot csináltam, mint második, az első helyezett is, meg a harmadik helyezett is. Ilyenkor azt nézik, hogy mivel 7 forduló volt, megnézik, hogy az ellenfeleimnek a végösszeg összeadják a pontját, hogy akinek magasabb ez a szám, az ellenfeleimnek a végpontja, az játszott erősebb ellenfelekkel. És így lettem második, fél ponton múlt, hogy nem első. Volt egy pápai gyerek, a kis Csaba, aki ott a szakosztályvezető, agyonnyert állást vesztett az utolsó fordulóba, én játszottam a kis Csabával. Ha a kis Csaba
megnyeri azt a partit, vagy ha csak döntetlen, akkor én nyerem a borostyán tornát. Mert nekem a legjobb a buholcom. Hát ilyen nem múlott például. Ezek már ilyen hogy is mondjam, számítás dolga, tehát hogy innen nézem, vagy onnan nézem, most mit a legtöbb gólt nézem a focion mondjuk, igen, vagy a gólkülönbséget. Tehát azt jelenti a buholc. Döntés kérdése, és így az ember néha igazság. Hát mázői értékszámítást jelent a buholc. Holtverseny esetén azt tartják legigazságosabbnak, hogy megnézik, hogy Paksarudén, na nézzük, kivel játszottál a hétfordulóba. Megnézik azt a hét embert, és összeadják annak a hét embernek a végeredményét, a pontját. Akinek ez magasabb, ez a szám. Tehát kiket utasítottál magad mögé tulajdonképpen, mennyire erős csapat, tehát azt a hét emberrel, akivel játszottam, igen, hány pontot szereztek. Igen. Akinek magasabb ez a szám, a holtverseny... Hát ez igazságos. Ez igazságos. Ez igazságos. És sajnos a svájci rendszer nem igazságos. Az nem. Külső körön följöhet úgy valaki... Ezt én őszintén szóval nem is tudom követni, hogy... Hogy én például azt mondják, ha valaki az utolsó három fordulóban nyer a svájci rendszeren, az szinte megnyeri a versenyt. Mm. Mert az elején, aki nyer, az mindig a legerősebbekkel kerül össze. És csak fél pontonként arra szól előre, a többiek meg a külső körön befoghatják, igen, bőven, kényelmesen azt, aki az elején nyert. Igen, és miért ragaszkodnak a versenyszervezői a svájci rendszerhez? Azért, ennyire, mert egy nagy létszámnál... Vagy így lehet igazán... Nagy létszámnál... Rövid idő alatt ennyi emberrel... Hát, így van. Nagy létszámnál van mondjuk 9 forduló, vagy 7 forduló. Nem lehet másképpen megoldani, hogy mindenki játszon 7 vagy 9 fordulót. Igen. Csak úgy, hogy mindjárt, ahogy a svájci rendszer úgy kezdődik, mondjuk van 100 versenyző. Élő lista alapján besorolják egytől a 100-ig az embereket. Az egyes rajtszámú versenyző játszik az 50-edikkel. A kettes rajtszámú az 51-edikkel. A harmadik versenyző az 53-kal. És így van az első forduló. Utána lesznek egypontosok, félpontosok és nullapontosok. Utána az egypontosokat sorsolják egymáshoz. Egymásról legtávolabb esőket összesorsolják. Utána lesz kétpontos. Tehát nem mindenki játszik mindenkivel, hanem a erő. És svájci rendszerben viszont meg tudják kódolni, hogy 9 fordulót például, vagy most például a Rapid bajnokságon 13 fordulót mindenki játszott. Nincs-e, hogy kiesik. Hogy ment neked a Rapid bajnokság? Mert tudom, Rapid bajnokság sajnos nem ment jól, meg kell mondanom. Egyszer jól megy, nekem nagyon nehéz volt átszokni ehhez a 15 perces partihoz. Mert a sakba háromféle változat van a sakba. Van a normál parti, ami 2 óra alatt kell 40 lépést lépni. Utána van a rapid parti, ami 15 perctől 30 percig tart, azt hívják rapid partinak. És van a villám parti, ami 5 perces parti. Ez azt jelenti, hogy mindkét versenyzők 5-5 perce van. Én az 5 perces partiba vagyok jó, meg a normál partiba. És kettő között. Most olyan gyorsan játszottam, nem tudtam hozzászokni a 15 perces partihoz. Majdnem mindig legelőször én fejeztem be a partit, mert nem tudtam a 15 percet kihasználni. És emiatt ráadásul az utolsó 4 fordulóba én akkor vagy elfáradtam, vagy valami 3-at vesztettem az utolsó 4 fordulóból. Ezáltal csak ott végeztem a középmezőnbe. Pihentetésképpen lépjünk egy párat, jó? Jó. Úgyhogy én mindig általában akkor... könnyű tiszteket hozzuk ki, könnyű azért tiszteket. Nyitjuk ki, aha, hogy a könnyű tiszteket kihozzuk. Én játszottam adélőtt a telefonommal, és egy ilyet húztam, igen, és aztán megbántam. Igen, mert mindig általában könnyű tiszteket hozzuk ki. Igen, nem a tisztekkel tehát, foglalkoztam, bár úgy gondoltam, hogy kinyitom a futót. Ezt Philidor védelemnek hívják ezt, amit te játszottál. Igen? Az egy francia zeneszerző, de nagyon jó sakkozó is volt. Aha. Philidor. Rossz színűrű is elneszek egy sültet, úgyhogy rossz színűszeret is. Például a Philidor mondta azt, egy nagyon érdekes, hogy a gyalog a sakjáték lelke. Ezt ő mondta. Igen. És ez a Philidor védelem, mert a sakba te bármit lépsz, annak már van egy már van neve. Hát elnevezték. Bármennyire is. Erre én kihozom a futómat, és ez az olasz megnyitás. Olasz megnyitás. Ez az olasz megnyitás. Aha. Amikor kihozza a lovat, a huszárt és a futót kihozza, ezt hívják. Ha olasz. Idehozza, ha idehozna, az a spanyol megnyitás. Aha, egy lépés különbség van. A futó helyett átlépni, akkor ez a skót megnyitás. Skót. Skót. Értem. Tehát én általában az olasz megnyitást és a skót megnyitást és a spanyol megnyitást szoktam felváltva lépni.
Igen. Most mi van, ha én ilyettemben ide lépek a futóval? Sajnos. Ez nem jó. Hát nem. Elzárom a... Igen, azért már dupla gyalog az nem jó. Kibontakozás. És leütöm a futórat. Igen, akkor én dupla gyalogot csinálok, mert dupla, más, vissza kell mással nem tudok. Igen. Igen. Uh-huh. Hát igen, ez már nyilván. Ez és már... Akkor vannak már... ilyen örök szabályok, hogy dupla gyalog, meg kettős bástya, az erős vonal, meg ilyen. Tehát igen. Ezeket lehet tanulni. Amikor a sakkot tanítom a gyerekeknek, a következőt mondok. Foglaljátok el a centrumot a gyalogokkal, hozzátok ki a könnyűtisztet, és sáncoljatok el, igen. A királyt helyezétek biztonságban. Igen, vagy rövid, vagy hosszú oldal. Így van, ugye? Általában most... Hát most egy rövid oldalon. És utána lehet majd kombinálni. Már kinyitottad azt a igen. Két mezőt. Tehát gyakorlatilag ez a lényege ennek a soknak, a megnyitásnak, hogy a centrumot el kell foglalni, kifejleszteni a könnyűtiszteket, nem a vázért kihúzni az elején. Igen. És akkor, ráadásul ugye, ha egy dupla gyalogot csinálok, akkor egy nyitott mezőt is csinálok, tehát ha ide sáncolnék, igen. Akkor meleve igen. Csak rosszakat húzhatnék. Hát gondoltam, hogy nem lesz egy örömünnep, amit én csinálok. Mondjuk arra gondoltam most, hogy megtámadom a gyalogodat, igen. Így. És ez nagyon jó, és én ilyenkor a bástyával védem meg a gyalogot, aha. Mert akkor már a bástyának is játékba hozom a bástyámat. Igen. És ha mondjuk én itt egy cserét erőltetek? Igen. Akkor most az, ha leütöd, most leütöm. Ja, azt ütöd le, nem ezt a gyalogot. Igen, ezt a gyalogot. És akkor már is pozíció van így a huszárod, és akkor igen. Retteghet a királyom is már, igen. Meg a királynőm is. Igen. De hát ha már egyszer elkezdtem, ugye ezt azért csináltam, hogy a kettős gyalogot igen. Megszüntessem nyilván, és úgy tudom igazán megszüntetni, ha én is a huszárral ütök. Igen. És akkor most már akkor, végem is van. Igen. Most akkor megtámadom. Mehetek vissza. Ugye? Igen. Igen. Akkor tegyük fel, hogy én most ide lépek. Igen. És igen. Hát ezzel védem a királynő. De hát nyilván most nem adok is egy sakkot. Sakkot adsz, igen. Hát nem mit tenni, meg kell tolnom a gyalogot, igen. Hát ugye? Igen. És akkor leveszed a huszárral, és már is itt a baj. Itt a baj. Na hát akkor nagyon tanulságos. Azért, mert a bástya lóg, ezzel elugrok, illetve az is lóg ez a gyalog is. Majd, ha megtámadom itt a lovodat, igen. És abban a pillanatban ez a gyalog védtelen, mert itt meg fogom támadni, igen. Tisztedet el kell vinni, és védtelen és akkor lesz. És most már vége szinte a partinak. Szinte vége is a partinak. Vége a partinak. Nagyszerű. Igen. Hát én örülök, hogy így elbeszélgettünk, sok mindent megtudtunk, adtunk megemészteni valót a igen. Nézőknek, és én ráadásul egy vesztes partit is hamar lezavartam, hát, igen. Nem mutattam. Hát azért én sok mester vagyok, ugye, ja. Te pedig egy olyan... Nagyon amatőr. Amatőr, aki szeret sakkozni. Hát mondj, szeretek sakkozni, csak nincs kivált, viszont a telefonommal játszom. Én már régóta megtanultam ezeket a sakk alapelveket, amiket én itt elmondtam, hogy a centrumot elfoglalni, könnyűtiszteket kifejleszteni, elsáncolni, a királyt biztonságba helyezni, és utána játszani. Neked itt most azt látom, hogy az volt, csináltál egy dupla gyalogot a megnyitásba. Igen, az pedig, már hiba. Pedig nem szerettem egy tisztel volna. Játszottál, holott az a lényege, én már három tisztel hármat játszottam. Hármat megmozgattál, igen. És ennek ez a lényege a saknak. Igen. Nem is az, hogy hova lépsz, hanem hogy hát itt most már milyen... Ennyi, minőséget képvisel. A játéknak. Igen. Hát akkor köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a játékot, és föladom. Jó, köszönöm. Úgyhogy. De azért még lehet belőled jó sakkozni. Igyekszem. A név kötelez. Igen.